A felkészülés harmadik hetének végén három edzőmeccset játszottak a kék cápák. Busz Ivánék a Debrecenben edzőtáborozó Vasas kérésére pályára léptek a fővárosiak ellen egy olyan találkozón, amilyen nem számolták a pontokat. Pénteken és szombaton pedig a szlovákiai Szidben vendégeshetek a nyíregyháziak. A hazaiak mindkét találkozón jobbnak bizonyultak, de Sitko Ernő szerint hasznos volt a túra. Ez a Svit a tavalyi bajnokságban, tavalyi szlovák első osztályú bajnokságban negyedik helyen végzett, és úgy gondolom, hogy az nekünk mindig jó, hogyha ilyen erős ellenfél ellen tudunk játszani. Ez egyik, a másik pedig a bajnokság során is van olyan szituáció, amikor a játékvezetők nem nekünk kedveznek. Mindegy, hogy miért hibáztak vagy sem, ezeket is el kell viselnünk, és akkor is mennünk kell tovább, és akkor is meg kell nyernünk a mérkőzést, ha ez történik. A Sviti felkészülési mérkőzéseken az ellenfél csapat a három amerikai és kettő másik régiós halált föl, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly játékerőt képviselt, és teljesen más sebességgel játszottak, mint ahogyan azt a B-csoportos bajnokságban mi itthon tapasztaljuk. Nagyon örülnék neki, hogyha ugyanezt a játékot majd a bajnokságban is meg tudnánk mutatni, hiszen egészen bíztató volt, és rövid idő alatt föl tudtuk venni azt a ritmust, ami szükséges volt azokhoz a mérkőzésekhez. A nyíregyháziaknál játszott mind a három új szerzemény, akik mind a pályán, mind azon kívül egyre jobban összecsiszolódnak társaikkal. Az érkezők azért nem ismeretlenek az itt játszó játékosok számára. Talán Dancsa Csandris is az, aki a leginkább ismeretlen lehet, de ő viszont ott volt az U20-as válogatottban, illetve az U18-as válogatottban is együtt volt Sitku Marcival, akivel szobatársak is voltak egyébként ezeken a válogatott túrákon, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő is szépen illeszkedik be a csapat szerkezetébe. Neki kell még egy picit nyugodtabbnak lennie, kell fejlődnie, de ez nem kérdés. Szobi Dani egy rutinos játékos, ő vele nagyon sokszor találkoztunk már a bajnokság során, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az ő beilleszkedése egy picit könnyebb lesz, mint a többi játékosunknak, hiszen ő azért mégiscsak nagyobb tapasztalattal rendelkezik. Brugos Olivér pedig szépen teljesített, szépen kapart, és próbálta megtenni azt, amit kértünk tőle. A két cápák szerdán Tiszaújvárosban játszanak újabb edzőmeccset, a többi találkozó pedig még szervezés alatt áll.